Ismét becsengettek az Atalai Általános Iskolában. Egy év szünet után újra megtelt az osztályterem gyerekekkel. 14 elsős kezdte meg tanulmányait az intézményben. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép és nagyon igényes környezetben érkeztek a gyerekek, hiszen egész nyáron azon dolgoztunk, hogy felújítsuk ezt az épületet. Gyakorlatilag mindkét szárnya az épületnek kifestésre került. A tankerület vállalta azt, hogy a termeket felcsiszoltatja, lakkoztatja, illetve a tanárinak a padlója új burkolatot kapott. Tettük ezt mind társadalmi munka keretében, úgyhogy szeretném mindenkinek megköszönni, aki ebben a munkában részt vállalt, hogy vette a fáradtságot, eljött és segített abban, hogy ez az iskola újraéledjen. Az újranyitás örömére a tantestület őszköszöntő programra invitálta a szülőket. A gyerekek vidám dalokat énekeltek, mondókákat szavaltak. Amikor elkezdtük ezt az egész iskolát tervezni, akkor azt gondoltuk, hogy olyan falusi iskolát akarunk csinálni, és kialakítani, ahol a gyerekek jól érzik magukat. Ezért minden szín, minden forma azt szolgálja ebben az iskolában, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Olyan munkakörnyezetet kellett kialakítani, ahol nem csak mi pedagógusok, hanem a gyerekek is otthon érzik magukat. Ez hosszú időbe telt, az egész nyár ráment, de úgy érzem, hogy sikeres volt, és úgy emberileg, mint szakmailag megpróbáltunk erre az egész időszakra felkészülni, és szeptember 1-én kifutottunk az iskolának. Azóta rengeteg munkával, sok-sok odafigyeléssel és a lehető legtöbb szeretettel fogadjuk minden nap a gyerekeket. Ma egy kis őszköszöntő programmal vártuk itt a szülőket. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis hagyományteremtő program lesz. Erre még én úgy tudom, hogy nem volt példa itt az iskolában, de nagyon szeretnénk minden olyan eseményt egy program keretében megeleveníteni, és várni a szülőket egy ilyen programra, ami köthető az iskolához. Úgyhogy szeretnénk a gyerekeket többször szerepeltetni, szeretnénk, hogyha többször produkálnak magukat, úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai nap is erre egy nagyon-nagyon jó alkalom volt. Itt a gyerekek vártak bennünket egy kis énekkel, amit egész héten gyakoroltak, illetve próbáltuk feldíszíteni szülőkkel az iskolának az udvarát, épületét, egy kis őszi díszítés dekorációt adni neki. A 14 gyermek többsége helybeli, így ők már az óvodából ismerték egymást. Néhányan azonban a szomszédos településekről érkeztek, de nem volt gond a beilleszkedéssel, hiszen az oktató-nevelő munka rendkívül gyermekközpontú az iskolában. Nagyon érdekes volt látni, és nagyon pozitív, hogy azok a gyerekek, akik más óvodából jöttek, ők is rögtön beilleszkedtek, és az első naptól kezdve barátokként vannak itt együtt. Nagyon ügyesek a gyerekek, nagyon kreatívak. Én ugye a rajzot és a magyart tanítom nekik. Hát a rajzokat itt látjátok hátul, hogy milyen gyönyörű alkotásokat készítettünk már velük, ilyen őszhez kapcsolódó témakörben. A mai napra készült ez a kis festmény is, amit a gyerekek az ujjukkal festettek, és utána ragasztottunk belőle egy ilyen kis képeslapot, vagy egy ilyen üdvözlőlapot. Nagyon-nagyon gyerekközpontú iskoláról beszélhetünk, hiszen az elsődleges szempont az, hogy akármilyen gyermek érkezik, próbálják egymáshoz felzárkóztatni ezeket a gyerekeket, úgyhogy én azt gondolom, hogy 14-es létszámmal nagyon jól fog működni ez az iskola. Az iskola felújításában a tankerület is közreműködött, amit a településvezetés ezúton is szeretne megköszönni.